Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bővült a Margaréta református óvoda, 320 millió forintos beruházást adtak át Dombóváron. Szűrővizsgálatok a kormányhivatalban, a probléma korai felismerése javít a kezelés hatékonyságán. 900 táncos ropta Szekszárdon, véget ért az első Kárpát-medencei Csóri Sándor népművészeti fesztivál. Családi délelőtt a könyvtár udvarán koncert és kézműves foglalkozás is várta az érdeklődőket. Új épületrésszel bővült a Margaréta református óvoda. A 320 millió forintos beruházás átadása a város református templomában tartott hálaadó istentisztelettel kezdődött. Ezt követően került sor a közeli óvodában az ünnepélyes szalagátvágásra, ahol beszédet mondott Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A beruházásra a megnövekedett gyermeklétszám miatt volt szükség. És nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt. Isten tisztelettel vette kezdetét a dombovári Margaréta református óvoda új épületrészének átadása. Az intézmény bővítését a növekvő érdeklődés indokolta, ezért döntöttek úgy, hogy megvásárolják az egykori társasházat és átalakítják az épületet. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője egy fontos térségi fejlesztésnek tartja a beruházást. Összesen közel 320 millió forintos fejlesztést jelent. Ezt nyilván lehet úgy értelmezni, hogy egy óvodának a felújítása, úgy is lehet értelmezni, hogy egy református óvodának a felújítása, de ugyanakkor szerintem a város életéhez is ez nagyon-nagyon hozzátartozik és passzol a fejlesztések sorába. A fejlesztés Magyarország kormányának támogatásával a Magyarországi Református Egyház országos óvoda programja keretében valósulhatott meg. A gyermekek az első számú értékek, s értük mindent megteszünk, hangsúlyozta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Nyilván az volt a cél, az volt a szempont, hogy minél több olyan gyermek kapjon lehetőséget keresztény nevelésben, akiknek a szülei szeretnék, hogy ilyen óvodába járjanak, de eddig nem volt meg a megfelelő létszám, nem volt meg a megfelelő minőség. És hogyha csak a református óvoda programot nézzük, és nem is Kárpát-medencében, hanem most itt Magyarország területén, akkor mindenképp megdöbbentően vagy fantasztikusan nagy számok jelennek meg. Közel 40 milliárd forintból 3200 új óvodai férőhely keletkezett, vagy keletkezik, építenek most még, illetve 700 megújult, vagy pedig meg fog újulni a következő hónapokban, években. A szalagátvágást követően az ünneplők megtekinthették a rendkívül modern épületet, ahol az új csoportot ősszel indítja el a Margaréta református óvoda. A világot sújtó válságok közül most az egyik legsúlyosabb az energiaellátás válsága. A közeljövőben már nem az lesz a kérdés, hogy mennyibe kerül, hanem hogy van-e abból az energiahordozóból a nemzetközi piacon, mondta Szijjártó Péter közösségi oldalára feltöltött videójában. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, az elkövetkezendő években csak azok az országok lehetnek biztonságban, akik saját forrással rendelkeznek. Ezért is olyan fontos Magyarország számára Paks 2 megépülése. Újabb két engedélyt kaptak meg a projekt előrehaladásához. Itt a résfalazási engedély, amely néhány hete érkezett meg, és ez a talajszilárdítási engedély a legfontosabbak a létesítési engedély előfeltételei közül. A létesítési engedély teszi majd lehetővé azt, hogy az atomerőmű előkészítése után a valódi építkezési fázisba lépjünk át. Remélhetőleg ezt az engedélyt is minél előbb megkapjuk. Ez a talajszilárdítási engedély az egyik legfontosabb feltétele volt ennek. Az előkészítési munkálatok tehát egy újabb, magasabb sebességi fokozatba kapcsolhatnak. Szűrővizsgálaton vett részt a Tolna megyei kormányhivatal valamennyi munkatársa az egészségtudatos kormányhivatal projekt keretében. A Tolna megyei Balassa János kórházzal és az egészségfejlesztési irodákkal szorosan együttműködve a lakosság egészségtudatosságára sarkalló oktatása folyik, melyben ösztönző példaként először a kormányhivatal dolgozói vettek részt. Vegyen egy jó mély levegőt,
Még tartsa benne, tartsa benne. Többek között ezen a szénmonoxid mérésen is részt vehettek a Tolna megyei kormányhivatal dolgozói, a Tolna megye egészségért nevet viselő kampány keretein belül. Első lépésként a hivatali munkatársak számára tették elérhetővé a vizsgálat sorozatot. Lehőcz Regina, a Tolna megyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, a szexádi járásban kétnapos szűrőprogramot tartanak, amiben sor kerül többek között vércukorszint, testzsír és szénmonoxid mérésre is. A mai nap során egy egészségmegőrző programra kerül sor. A múlt héten a Tolna megyei kormányhivatal és a Tolna megyei Barassa János Kórház, illetve az egészségfejlesztési iroda aláírt egy együttműködési megállapodást. A megállapodás lényege az, hogy ami részben a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának a feladatába tartozik az egészségmegőrzés, ezt konkrét programokkal tudjuk megvalósítani. Dr. Pátri Eszter, Tolna megyei tiszti főorvos úgy nyilatkozott, a népegészségügyi tevékenységet a térség összes lakosára szeretnék kiterjeszteni. A program sikerességét mutatja, hogy több embernél mutatott magas értéket a szűrővizsgálat. A magyar lakosság egészségi állapotában és így az idő előtti halálozásokban sajnos a népegészségügyi beavatkozással kiszűrhető és megelőzhető betegségek még most is az utóbbi évek kedvező tendenciájának ellenére is nagy szerepet játszanak. Éppen ezért a népegészségügyi beavatkozások közül a legfontosabb talán a lakosságnak az egészség tudatos életmódra nevelése, oktatása, másrészt pedig a korai szűrővizsgálatok fontosságának a hangsúlyozása. Dr. Bencúr Béla, a Balassa János Kórház belgyógyászati osztályvezető főorvosa szerint a magas vérnyomás már árulkodhat rendellenességről, tünetmentessége miatt azonban rendszerint senki nem veszi komolyan. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak, talán a szívérendszeri szűrővizsgálatok nincsenek annyira a lakosságnak a tudatába benne, mint a daganatos betegségeké. Rendkívül fontos nyilván a daganatos betegségek szűrése is, de azért azt tudni kell, hogy a vezető halálok, és hogyha bárkit az utcán megkérdezünk, meg sajnos akár szakembereket is, akkor hajlamosabbak rávágni, hogy a daganatos betegségeknek nagyobb a halálozása, és ez sajnos nincsen így, vagy hát nem tudom sajnos, de a szívérendszeri betegségek világszerte a mi hazánkban is vezetik a halálok statisztikákat. Rendszeres testmozgással, egészséges táplálkozással, minimális só és cukorbevitellel rengeteg betegség megelőzhető. Áprilisban átlagosan 45,7%-kal voltak magasabbak a mezőgazdasági termelői árak, mint egy évvel korábban. A márciusihoz képest 8,3% ponttal gyorsult a drágulás üteme, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A növénytermesztési és kertészeti termékek termelői ára 49,3%-kal nőtt tavaly április óta, az élőállatok és állati termékek átlagosan 36,9%-kal lettek drágábbak. A gabonafélék felvásárlási ára 64,9%-kal nőtt egy év alatt, az ipari növényeké 68,5%-kal, ezen belül az olajos növényeké 71,7%-kal emelkedett. A búza ára 62,9%, a kukoricáé 66,8%-kal nőtt egy év alatt. Az olajnövények árát a repcemag 88,7%-os emelkedése húzta, míg a napraforgómag éves drágulása ennél mérsékeltebb, 65,3%-os volt. Közel 900 hagyományait őrző táncos vett részt szombaton az első Kárpát-medencei Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál alkalmából megszervezett ösztáncon Szekszárdon, a Béla Király téren. Az eseményen Tolna megye valamennyi csoportja képviseltette magát. Ezen a napon a Kárpát-medencében 30 településen több mint 10 000-en táncoltak egyszerre az összetartozás jegyében. A kormány az elmúlt években 17,5 milliárd forintot fordított a hagyományőrző csoportok munkájának megsegítésére. A Dunamenti Folklor Fesztivál mintájára jött létre az első Csódi Sándor népművészeti találkozó. Igaz, ezúttal nem a világ minden tájáról érkeztek a táncosok, hanem a térségből. A fesztivált az Országos Népművészeti Szövetségekkel, a határon túli magyar népművészeti szervezetekkel, valamint a helyszínek rendező egyesületeivel együttműködve a Martin György Néptánc Szövetség hívta életre. A fesztivál egyik fő célja, hogy a nagy nyilvánosság előtt bemutassa a népművészeti mozgalom tömegességét. Ahogy itt körülnézek, és majd 1000 népviseletbe öltözött fiatal néz vissza rám,
Úgy hiszem, ezt a pontot már is kipipálhatjuk. Van azonban még tennivaló bőven. Büszkék vagyunk rá, hogy Szekszárd egyike, azon 30 hazai és határon túli városainknak, melyekben a nagy nyilvánosságnak is lehetősége lesz most megismerkedni a magyar népművészet kiemelkedően magas színvonalával. Minden helyszínen az ott tevékenykedő Néptánc Egyesület szervezte a lebonyolítást. Matokni Kapási Juliana, a Csódi Program hálózatának Tolna megyei referense azt mondta, érezhető a szakmai fejlődés a csoportokban a program beindulása óta. A Csóri Sándor program támogatása adott egy óriási lendületet, mert voltak együttesek, akik semmiből tartották fönn magukat, és aztán ez a lendület nem csak anyagi fejlődést, hanem szakmai, óriási szakmai fejlődést hozott továbbképzésekkel és mindennel, és hát most a minőség, szerintem mindenki ugrott egy-két minőséget. Zsiko Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke azt emelte ki, a nemzeti identitás megtartása a következő ezeresztendő záloga. És a nemzeti identitásunkat a néptáncon, a kézműveskedésen és a népzenén és a népi éneklésen keresztül tudjuk megtartani. Ez a mai nap egy jó példája annak, hogy a Csóri Sándor program hogyan tette lehetővé azt, hogy egyébként nehéz helyzetben lévő együttesek, egyesületek, akik népzenével, néptánccal foglalkoznak, kormányzati támogatással tovább tudjanak fennmaradni. Nagyon fontos, hogy aki ebben a művészeti ágban tevékenykedik, találkozzon egymással. A Csóri program segítségével a műfajban dolgozók jelentős segítséget kaptak. Ez a néptánc ünnepe, úgy gondolom, mivel hogy felfedeztek minket újra, megkapjuk a támogatásokat, azokat a támogatásokat, amellyel újraéleszthetjük a népi hagyományokat, a csoportokat, szépen tudjuk dolgoztatni, úgyhogy teljes mértékben nagy boldogság nekünk, hogy itt lehetünk. A nap folyamán a város több pontján mutatkoztak be a résztvevő egyesületek, de a rendezvény részeként megismerkedhettek az érdeklődők a környező települések viseleti kultúrájával is. A védőnői hivatás különleges nem csak azért, mert ilyen komplex, összetett ellátási forma, családokat segítő gyermek- és nővédelmi forma nincs máshol a világon, hanem azért is, mert az elmúlt 106 évben rengeteget fejlődött. 1915. június 13-án Budapesten Stefánia belga királyi hercegnő védnökségével jött létre az Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemők védelmére, ezen belül a védőnői szolgálat. Ezen a napon, a védőnők napján felhívják a figyelmet a védőnői hivatás fontosságára, a prevenció feladataira és eredményeire, továbbá a jubiláló diplomát szerzett védőnők köszöntése sem marad el, valamint az ellátás területén kimagasló eredményt elért védőnők munkáját is elismerik. Ausztriához hasonlóan Magyarország is elérhetővé teszi stratégiai tartalékainak egy részét belföldi felhasználásra, így a schwechati olajfinomító tervezetnél hosszabb leállása ellenére biztosított Magyarország üzemanyag ellátása, jelentette be Palkovics László, technológiai és ipari miniszter szombaton. A minisztérium közlése szerint a hazai üzemanyagellátás biztosítása érdekében Magyarország felszabadítja az ország stratégiai benzin és dízel tartalékainak egy részét, ezzel segítve a schwechati olajfinomító tervezetnél hosszabb leállása miatt kialakult helyzetet. A felszabadított stratégiai benzin és dízel tartalékot az ÖMV lehető leghamarabb visszapótolja. A kormány kiemelt célja, hogy a lakosság és a gazdaság számára folyamatosan biztosított legyen a megfizethető üzemanyag. A tavaly novemberben bevezetett benzinástopnak köszönhetően a magyar emberek a legalacsonyabb árat fizetik az üzemanyagért egész Európában. 2022. június 9 és 12-e között zajlott országszerte a 93. ünnepi könyvhét, aminek a keretein belül Szekszárdon is számos programmal készültek a Tolna megyei Íj és Gyula könyvtár és gyermekkönyvtár dolgozói. Az érdeklődőket író-olvasó találkozó, könyvújdonságok bemutatása, kézműves foglalkozások és koncert is várta. Daloktól volt hangos a szekszárdi Íj és Gyula városi könyvtár udvara a szombati családi délelőttön a 93. ünnepi könyvhét alkalmából. Ez az egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat évről évre töretlen sikernek és népszerűségnek örvend országszerte. Az első ünnepi könyvhetet 1929. május 12. és május 20-a között tartották meg.
Szekszárdon az érdeklődőket számos program várta, úgy, mint az aktuális könyvújdonságok bemutatása, kulturális programok, író-olvasó találkozók és koncert is. Természetesen a mi célunk az, hogy eljöjjenek hozzánk, mindenféle programok, a különböző programokat is ezért szervezzük, tehát célunk az olvasás népszerűsítése, és természetesen a könyvtár népszerűsítése is. A megyei könyvtár és a gyermekkönyvtár látogatottsága az évek alatt nem csökkent, sokan még ma is fontosnak tartják az olvasást, sőt a gyermekeiknek is átadják ezt a szemléletet. A gyermekkönyvtárban évközben is rendszeresen szerveznek programokat, ezzel is népszerűsítve a gyerekek körében az olvasás hasznosságát. Mi magunk a gyerekkönyvtárosok is tartunk foglalkozásokat, és természetesen, ha lehetőségünk van rá, akkor szervezünk programokat, tehát előadásokat, kézműves programokat, de hirdetünk olvasó versenyeket is, úgyhogy igyekszünk sokféle módon megszólítani a gyerekeket. Idén az országos rendezvénysorozatot június 9-e és 12-e között tartották meg. Regionális híreink következnek. Kiürítették a pécsi Lánc utcai lakásokat, nyugdíjas házzá alakítanák a pécsi lakótömböt. Jól fialtak a szárnyasok, 2,5 milliárdot csaltak el a pályázati támogatásokból. Egy hete sötétek a lámpák a pécsi Ágoston téren, várhatóan hetekig marad még így. Kiürítették a pécsi Lánc utcai önkormányzati lakásokat, jelentették be a pécsi városházán. Az önkormányzati lakótömbben nyugdíjas házat tervez kialakítani a városvezetés. Ehhez egyelőre terveket készítenek, majd szeptemberben vizsgálják meg a finanszírozás lehetőségeit. Pécs egyik szégyenfoltja volt az épület, ezt sikerült megszüntetni, mondták az illetékesek pénteken. Kiszakadt fólia az ablakkövek helyén, néhány ott felejtett tárgy az erkélyen, ennyi maradt a lakók után a pécsi Lánc utcai lakótömbben. A 120 lakásos önkormányzati ingatlant kiürítették, jelentették be pénteken a városházán. A mai nappal gyakorlatilag teljesen üressé vált. Ez az ingatlan már csak egyetlen egy család maradt benn. Ezeket a családokat máshol helyeztük el, és ennek az épülettömnek egy teljesen új funkciót fogunk adni, ahogy itt a polgármester úr is elmondta, és ezt a területet is gyakorlatilag itt újjáélesztjük. Korábban jelentek meg hírek arról, hogy az önkormányzat biztonsági őrökkel jelent meg a lakóknál, és így vette rá őket a kiköltözésre. A bizottsági elnök szerint ez nem igaz. Ezek fikciók, fantazmagóriák, egyedül a rendőrséggel voltak kint a munkatársaink, ott is az adategyeztetés céljából, a rendőrség képviselőt pedig ilyen jelzőkkel illetni, az nem hiszem, hogy a valóságot fedni. 77 család élt az épületben, mindegyiküknek külön-külön kerestek új lakóhelyet. Voltak, akik rokonaikhoz költöztek, voltak, akiknek albérletet szereztek. Az önkormányzat felé 27 család tartozik, ezt be fogják hajtani, mondta Fogarasi Gábor. Az épület új funkciót kap. Elképzeléseink szerint egy nyugdíjas házat alakítanánk ki. Erre pontosan majd azért 2022. szeptemberében tudnék válaszolni, hiszen a június 14-i közgyűlés alá elé kerül be egy előterjesztés. Jövő héten a tervezésről döntenek a képviselők, majd szeptemberben hatástanulmányok készülnek, mennyiből készülhetne el a nyugdíjas ház, milyen szolgáltatásokkal működne. Az alpolgármester elmondta, bárki kérheti majd felvételét az idősek közül. Holtig tartó használati jogot vásárolnak az ide bekerülők. Tehát ez egyébként a piaci árnak bizonyos százalékát jelenti. Az önkormányzaton azt mondják, a Lánc utcai tömb átalakításával egy szégyenfoltja tűnhet el Pécsnek. Mint ismert, az elmúlt években lakásfoglalás, italozás, kábítószer, verekedés, rongálás, sőt gyilkosság is köthető ehhez a helyszínhez. 2,5 milliárd forintnyi uniós és hazai visszanemtérítendő támogatást tett zsebre egy csirkefarmok korszerűsítésével ügyeskedő beruházói kör. A technológiai fejlesztések egy része megvalósult ugyan a támogatásokból, de jóval alacsonyabb színvonalon, gyakran túlárazott kivitelezéssel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal vádemelési javaslattal adta át az ügyet a Baranya megyei főügyészségnek.
Baromfi nevelő és tojástermelő üzemekben készültek a NAV nyomozóinak felvételei, ugyanis 2,5 milliárd forintnyi uniós és hazai visszanemtérintendő támogatást tett zsebre egy csirkefarmok korszerűsítésével ügyeskedő beruházói kör. A technológiai fejlesztések egy része megvalósult ugyan a támogatásokból, de jóval alacsonyabb színvonalon, gyakran túlárazott kivitelezéssel. A beruházási költségeket jelentősen túlárazták, volt olyan eset, amikor 20-25-szörös mértékben az elszámolásnál ugyanakkor valótlan tartalmú szerződéseket és ehhez kapcsolódó számlákat nyújtottak be a pályáztató hatósághoz, így teljesen félrevezetve őket, hiszen a beruházásokban jóval a benyújtott árak alatti árfekvésű és alacsonyabb színvonalú és minőségű berendezések és technológiák kerültek beszerelésre. A beruházók a legtöbb esetben önerővel sem rendelkeztek. A kivitelező cég ügyvezetőivel összejátszva, bonyolult pénzügyi műveletekkel, fiktív kölcsönszerződésekkel és engedményezésekkel igazolták a szükséges összegeket. Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye területéről 16 pályázat érintett az ügyben. Az 50 ezer oldalas nyomozati anyagot a NAV vádemelési javaslattal adta át a Baranya megyei főügyészségnek nemrég. 15 gyanús szemben javasolnak vádemelést. Az elkövetők akár 10 év szabadságvesztésre is számíthatnak. Meghibásodott, és már egy hete nem működik a közúti jelzőlámpa Pécsett az Ágoston téren. A hibát az egy héttel ezelőtti vihar okozta. A helyreállításig táblákkal segítik a közlekedőket. Nem működnek a közúti jelzőlámpák Pécsett az Ágoston téren. Már egy hete ez az állapot fogad minden arra haladó autóst a kereszteződésben. Mint kiderült, komoly a hiba, ezért nem állították még helyre a berendezés működését. A Biocom NKFT kommunikációs referensét kérdeztük a meghibásodás okáról és a helyreállítás várható idejéről. Az Ágoston téren a jelzőlámpák azok a június elejé viharban sérültek meg, és miután megvizsgáltuk őket, rájöttünk, hogy a vezérlőegység az annyira tönkrement, hogy javítani nem tudjuk, hanem ki kell cserélni. Az új vezérlőegység beszerzése már folyamatban van, tehát ez meg fog érkezni, és ugye amint megérkezik, akkor kicseréljük, és újra tudnak majd működni a lámpák. Addig azonban nagyobb körültekintést igényel a kereszteződésben történő áthaladás, tekintve, hogy akár két irányból érkező járműveknek is elsőbséget kell adni bizonyos helyzetekben. Fontos megemlíteni a gyalogátkelő helyeket is, az itt elhelyezett jelzőlámpák sem működnek. Mészáros Rita hozzátette, hogy erre is gondoltak. Táblákat helyeztünk ki, amelyik a gyalogos forgalom átkelésére hívják fel a figyelmet. Pontos dátumot tehát nem tudunk, de várhatóan még további hetekig kell óvatosan megközelíteni az Ágoston teret autóval és gyalogosan egyaránt. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Bővült a Margaréta református óvoda, 320 millió forintos beruházást adtak át Dombóváron. Szűrővizsgálatok a kormányhivatalban, a probléma korai felismerése javít a kezelés hatékonyságán. 900 táncos rogta Szekszárdon, véget ért az első Kárpát-medencei Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál. Családi délelőtt a könyvtár udvarán koncert és kézműves foglalkozás is várta az érdeklődőket. Kedden reggelre nagy részt legyengül a szél, összességében a napos, időnkénti mérsékelt felhősödésekkel tarkított idő lesz jellemző, csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet kissé elmarad az évszakos átlagtól, de meleg idő várható, éjszaka csillagfényes, szélcsendes idő valószínű. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!